Székesfehérváron 2010-ben szerveztek először ingyenes városbemutató sétákat az idegenvezetők világnapja alkalmából. A program annyira sikeres volt, és olyan sok pozitív visszajelzést kaptak a szakemberek, hogy azóta minden évben csatlakoznak a fehérvári idegenvezetők a nemzetközi megmozduláshoz. A fehérvároni már hagyományá vált turista napok programsorozatának ötlete is az idegenvezetők világnapi sétákból indult, míg a turista napokon azonban meghatározott útvonalakon vezetik az érdeklődőket, addig az idegenvezetők a szakmájukat ünneplő világnapon maguk választhatják meg, melyek azok az épületek vagy nevezetességek, amiket szívesen bemutatnak. Ez a város annyira sokarcú, sokoldalú, hogy mindig minden hétvégén szinte lehetne egy újabb épületet, egy kiállítás vagy egy eseményt, legendát elmesélni. Tehát kifogyhatatlan a tárházunk, úgyhogy most is egy újdonsággal fogunk előlépni. A mostani programra elsősorban a fehérváriakat várják, de természetesen a város lakókon kívül is bárki csatlakozhat a sétákhoz. Az ingyenes városnéző séták vasárnap 3 időpontban 10 órakor, 14 órakor és 16 órakor indulnak innen a Hímerház földszintjén lévő városi ajándékbolttól. A bemutatók végén az érdeklődők szabadon választható programként kedvezményes 250 forintos belépődíj ellenében megtekinthetik a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében lévő tematikus kiállítást is, amely a nemzetközi kalap- és divattörténet 1900-tól 1950-ig tartó változásait foglalja össze. A tárlatvezetés során híres színésznőink fejfedőivel is megismerkedhetnek a vendégek, sőt egy-egy kalapot fel is próbálhatnak.